A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit június 14-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban ellátogatunk egy kiállításra a Szent István Művelődési Házba, majd a Balettszínház új előadásáról készült anyagunk következik. Ezután egy improvizációs játékról számolunk be, majd jön az Ász Muzika koncert, végül pedig megtekintjük Halmai Tivadar festményeit. Tartsanak velünk! Színek, jelek, üzenetek címmel nyílt kiállítás a Szent István Művelődési Házban. A tárlaton Kósa, Klára, keramikus művész és Simon Ilona könyvtervező iparművész alkotásait tekinthették meg az érdeklődők. A Szent István Művelődési Házban Színek, jelek, üzenetek címmel nyílt meg Kósa Klára keramikus művész és Simon Ilona könyvtervező iparművész kiállítása. Spány Antal megyespüspök köszöntőjében hangsúlyozta, a tárlat fontos pillanata hittel élők számára, olyan lelki segítséget nyújt, amely átsegíthet a mindennapok nehézségein. Az embernek szüksége van mindenre, ami szép, mert a szép az gyógyítja az ember sokszor rossztól sérült lelkét és szívét, örömet ad az életének, és segíti tovább lépni. Mindent, ami Istentől való, minden, amit tudunk jó szívvel másoknak nyújtani, ami szép és jó bennünk, az előre viszi a világot. Hiszem, hogy ez a mai kiállítás itt valami ilyesmi, előre viszi a mi szívünket, lelkünket, fölemel bennünket, és segít, hogy egymáshoz is közelebb kerüljünk, hogy a szeretet világa erősödjön bennünk és körülöttünk. A megnyitón Sótonyi Péter professzor megerősítette, a két művész munkája az összetartozást erősíti a hitben is. Mind a kettő a jelkép és az ige. Tehát az ige mögött ott van az a jelkép vagy szimbólumrendszer, ami összeköti a kettőt. A mondani valója mind a kettőnek ugyanaz, csak az egyiknek a megnyilvánulása a könyv, az ige, a magába a papírra vetett ige, a másik pedig gyakorlatilag ugyanezt próbálja megfogalmazni nekünk a szimbólumok a színek világával, és a kettő összeköti, tehát összeér. Én azt gondolom, hogy ez a, hogyha egy szót kéne mondom, ez harmónia. Ebben a felgyorsult világban rendkívül nagy szükség van rá, mondom én. Feltétlenül. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy reflexió, tehát hogyha hittel nézzük ezt, amit itt nézünk, akkor a művészet az reflektál, és visszaveri a sugarakat arra, aki nézi. Hogyha ezt mi befogadjuk, akkor nagyon sokat kaphatunk ezektől a művektől. Kósa Klára keramikus művész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusa, aki nemrégiben ünnepelte 75. születésnapját, hitvallásában úgy fogalmazott: magyar vagyok, mi magyarok, ilyen színesek vagyunk, fényesek, ragyogók. Kerámiái láttán pedig azt is megérthetjük, miért is hirdeti, hogy nincs népművészet és magas művészet, csak művészet van. Eleve kerámiát alkotni az maga a csoda természetszerűleg, de itt az indítatás az, hogy mindig bennem van valami kép, és azt a képet én tovább akarom adni, és üzenök valakinek valamit. Tehát itt azokat a képeket lehet látni, amin üzenetek vannak, és azokat a könyveket hozta Simon Ilona is, amin üzenetek vannak. Mi ez az üzenet leginkább? Hiszen nagyon-nagyon fontos ebben a felgyorsult világban, hogy azért néha-néha térjünk vissza az eredendőhöz. Az az igazság, hogy nagyon sok ember hittel él, és nagyon sok ember nem él a hittel, de a mi munkánk mellett valahogy mindenki összetalálkozik, és mindenki boldogan néz a másikra. Tehát valami olyan különleges légkört tudunk teremteni, amivel nincs különbség, tehát együtt tudunk örülni bizonyos jeleknek, szimbólumrendszereknek. Tulajdonképpen a művésznek az a feladata, főleg aki népi művészettel foglalkozik, hogy egy régi jelképet, egy régi szimbólumot átadjon a mai világnak. Ezért fogalmazott úgy, hogy nincs népművészet és magas művészet, csak művészet van? Így van. Nincs népművészet, művészet van.
Simon Ilona könyvtervező iparművész alkotásai megerősítik, hogy a könyv önálló tárgyként fejezi ki gondolatainkat, és fontos volt megélni, hogy bizony a betűk szubjektív használata a jelentésen túl is ad nekünk. Grafikus tipográfus vagyok, tehát alkalmazott grafikával foglalkozom, és ott mindig egy adott témát, egy adott igénynek kell megfelelni, és azt is nagyon szeretem készíteni, de ezek a úgynevezett művészkönyvek vagy könyvobjektek a könyv az önálló gondolatokat fejeznek ki. Ezeket is tulajdonképpen olvasni kell, csak a megszokott panelek világából kilépve az önálló gondolatokat mondják el. Illetve hát tulajdonképpen az én saját önálló gondolataimat egy adott témában. Érdeklődéssel olvastam, hogy azt mondta, hogy egy-egy betűtípus alapjaiban is meghatározza, hogy mit gondoljunk a könyvről, mit gondoljunk a történetről. Így van. Hát mint tipográfus a betűk világában élek, és egy-egy betű az adott témát hihetetlenül alá tudja támasztani. A könyv objekteknél ott nem mint folyószöveget olvassuk a szöveget, és pont ezért a betű szinte önállóan is egy önálló életet él. Az esten fellépő Bokros Trió, Szerényi Domokos, Barabás András Balázs és Steve Savanya dalaival is hozzájárult ahhoz, hogy megértsük, miért is egyedülálló és összetartozó a két alkotó világa. Az irodalom és a táncszínház találkozott a Vörösmarty Színházban. Örkény István és Elsimon László művei, Egerházi Attila és Ole Krisztián Tangen koreográfiája által a Székesfehérvári Balettszínház Percről Percre című előadásának bemutatóján. Örkény István szürreális, sok esetben abszurd és finom iróniával szellemesen megrajzolt világa görbetükröt tart az olvasó, sőt az egész társadalom elé. A táncszínházi mű első felvonása, a Tilos a fűre lépni tilos, az örkényi látásmódot jeleníti meg és teszi láthatóvá. Az est valóban különleges abból a szempontból, hogy az irodalom találkozik a táncszínházzal. Az egyik egy verbális műfaj, a másik egy nonverbális műfaj. És ezért nemhogy kiegészítik egymást, hanem együtt, közösen egy önálló minőséget képesek létrehozni. Hiszen szoktam volt mondani, hogy ahol a szavak véget érnek, ott kezdődik a tánc. Na most Örkény esetében az a különleges, és összecseng talán az én gondolkodásommal, hogy tömörít. A cím önmagában már nagyon sokat jelent. A címben benne van a darab, mint egy magba a fa. Én is így adok címet az egyes darabjaimnak, és ami még talán, ha szabad így fogalmazni, közös, vagy én azt érzem, hogy közös bennünk Örkénnyel, az a humor, és ahogy a humorral bánik, ami a fonákját mutatja meg az életnek, illetve az élet problémáinak, hisz nála is a humor mély drámából táplálkozik, és olyan módon mutatja meg a valóságot, és a drámai helyzeteket, hogy azok átérezhetőek, és átélhetőek, és túlélhetőek. Az est második felvonásában a norvég származású koreográfus Ole Krisztián Tangen Eltűnőben című egy felvonásos kortárs balettjét korábban már bemutatta a Székesfehérvári Balettszínház, azonban idáig csupán két alkalommal láthatta a fehérvári közönség. A költői hangvételű táncmű az emberi kapcsolatok törékenységéről, sérülékenységéről szól. Gondoltam, hogy a két irodalmi témájú mű közé bekerüljön egy olyan elválasztó vonal, egy intermezzóként, ami nem irodalmi művekre készült, hagyományos módon, úgymond hagyományos módon, de nem hagyományosan elkészítve zenére, zenei anyagra, és egy más világot képvisel, mint az én koreográfiai munkásságom. Ez számomra mindig nagyon fontos, hogy amellett, hogy mint sok más és meg annyi társulathoz képest van egy vezető koreográfus, vagy művészeti vezető, vagy balettigazgató, aki meghatározza a társulatok arculatát, és ettől teszi egyedivé.
azt az adott társulatot. Mindig legyen mellettem olyan koreográfus a nemzetközi vagy a hazai táncéletből, akik magas szinten képesek alkotni. Ilyen Christian Ole Tangen is. A lelmunkának jött, követett engem. Felfedvesse tárnyék a mesztelen test mögött. Égre fűzött madárai a fejem felett. Gyermekem gyönyörű illata előttem járt. Álomba ringatva a réteket, erdőket és a szántóföldeket. Az est harmadik részében idézőjelek címmel L. Simon László korábbi könyvének az alkotó által megszerkesztett részleteire készített koreográfiát Egerházi Attila. A koreográfia az író által kifejezésre juttatott megfoghatatlan, olykor szinte kimondhatatlan gondolatokat és érzéseket ragadja meg és teszi láthatóvá, és táncköltészetként kell életre. Megismertem az ő Háromlábú lovat etető lány című abszurd, nagyon mély értelmű, nagyon filozofikus gondolatokat, az élet alapkérdéseit költői módon vizsgáló és arra reflektáló művét, és ahogy olvastam, és ugye előbb volt az Örkényi gondolat, azt mondtam, hogy hát van egy már nem élő költő, író, ugye Örkény is van személyben, és akkor legyen az estbe egy élő kortárs költő és író, és mivel mi már dolgoztunk együtt, és ez a mű engem, ez a kötet megfogott, azt mondtam, hogy akkor ez egy komplett lesz így ez az est, hogyha én ezt a művet is megcsinálom. Minden egyik fáj, kikészítve az álmozat, az asztalra helyezett remény, hogy megváthatjuk magunkat, elcserélhetjük a lábunkat egy másik életet, hogy mi nincs bekötött szájjal értük le azt, ami adatott. Nem baj. Így értsük meg, hogy talán nekünk kell eltemetnünk azokat, akiknek hívottunk életet. Amikor a műről beszélgettünk a kötetről, abban nagy segítségemre volt, hogy a megfelelő idézetek és szövegrészletek kiválasztásában, tehát a dramaturgiáját, azt együtt raktuk össze, mint a librettónak a dramaturgiáját. És utána én itt mondtam is, hogy akkor jó, köszönöm szépen, most én megismertem a te világodat, egyrészt olvasva, másrészt, ahogy beszélgettünk ezekről a művekről, de most akkor én szeretnék erre reflektálni, hogy én, nekem ez mit mond, hogy én tudom, én hogy látom a te költészetedet. A percről percre előadásban két egymástól különböző művészeti ág, az irodalom és a táncszínház találkozott egymással. Egerházi Attila és csapata, kiegészülve Sarádi Zsolt színművészrel, újra megerősítette a kortárs táncszínház otthonra talált Fehérváron. Jótékonysági esttel folytatódott az Ugorj be most improvizációs színházi est az I-generációért Egyesület programján a Vörösmarty Színház művészei léptek fel. Kicsit már régen akartam kérdezni tőle. Igen. Mit szólt a lábam? Oké. Okay. Azt mondhatom, hogy leértem. Jó. Milyen volt a munka? Melyik? Hát ahol hazajöttél, akkor éppen voltam. Hát igen, most. Tudod, hogy egyszerre három munkahelyem van. Mivel te nem dolgozol? Mindig elfelejtem, nem? Ugye? Az Értékmentők csapata az I-generációért Egyesület rendezésében a Vörösmarty Színház kávézójában folytatta a nyáron életre hívott Ugorj be most a Vörösmarty Színház művészeinek humoros, szatirikus alaphelyzetekre, rögtönzésekre és helyzetgyakorlatokra épülő négy szereplős színházi játékát. Az előadás előtt Varga Tamás országgyűlési képviselő, a támogató és egyben ötletgazda is köszöntötte az est vendégeit. Nagyon örülök, hogy újra Ugorj be most. Annak is nagyon örülök, hogy hazatalált és otthon talált az Ugorj be most itt a színházban, a városban, a színházban, hiszen itt a helye, szóval a mi színészeink, a szereplők és a beugrók, akik különböző élethelyzetekben és különböző szituációkban próbálják kitalálni és megtalálni
önmagukat, és a fehérvári közönség bízom benne, hogy közben jól szórakozik, és mindeközben a bevétel valamilyen jó célt támogat, mint eddig is, ezután is. És köszönöm szépen a fiataloknak a lelkesedést, és köszönöm szépen a lehetőséget és az ötletet, hogy jó célra fordíthatjuk a bevételt, és ezzel támogathatjuk a fehérváriakat. Cserpakovics András polgármester is örömének adott hangot, hogy folytatódik az értékmentők missziója. A mostani cél is nagyon nemes és fontos támogatás, amit nyújt ez a közösség, aki itt ma összejön a Vörösmarty Színházba a polgárörökön keresztül, azoknak az embereknek, akik segítenek nekünk a közbiztonságot fenntartani. És maga ez a kezdeményezés is azt hiszem, hogy egy nagyon szép kulturális misszió, közösségformáló ereje is van, nem csak a helyszín okán, hanem hogy a színészeink egy kicsit máshogy ugranak be, és szórakoztatják az embereket. Nem véletlenül, hogy mindig nagy siker, sok ember tud megszólítani, így lesz ez ma este is, és biztos, hogy mindenki nagyon jól fogja magát érezni. A kedvezményezett Albarégia Polgárőr Egyesület elnöke számára is megerősítést jelent, hogy ilyen formában is segítik és elismerik munkájukat. Nagyon nagy segítség az Egyesület számára, amit mi nagyon nagy örömmel fogadtunk, hogy szinte úgy fogalmazva, hogy képviselő úr, tehát Varga Tamás képviselő úr és ugye Plester Ádám gondolt ránk, hogy mi együtt dolgozunk, és egyből szinte úgy fogalmazva, hogy mi megfordultunk a gondolatukba, hogy nekünk gyűjtsenek, holott lenne más olyan széleskörű civil szervezet, és ugye gyermekektől elkezdve minden, ahova jól jönne ez az összeg, de hogy ránk gondoltak, így mi nagyon szívesen fogadjuk, és jó helyre fog kerülni, tehát nemes és hasznos célra fogjuk költeni az összeget. Az esti életre hívója az iGenerációért Egyesület elnöke, Plecser Ádám és munkatársai ismét nagyot alkottak. A teltház megerősítést adott számukra, kell és érdemes a segíteni vágyókat meginvitálni egy ilyen kötetlen hangulatú színházi játék megtekintésére. Nagyon fontos részünkről, hogy igyekszünk nagyon sok rétegűen segíteni, és itt az ugorban most előadásoknál mindig közösen leülünk képviselőúra, ugye Varga Tamás képviselőúra, és beszélgetünk, hogy szerintem mi lehet az ő jó ügy, mi lehet az a szervezet, akinek esetleg forrásra lehet szüksége, vagy amit végez, azt ugye el tudjuk ismerni ilyen módon, hogy mi támogatjuk és segítjük. Hát a polgárőrség, azt gondolom, hogy nem kell senkinek bemutatni, főleg azt a kemény munkát, amit itt végez az Albarégia Polgárőr Egyesület, és hát méltán gondoltuk azt, hogy egy picit adunk vissza, egy kicsit akár a benzinköltségre, vagy bármi más évre tudják majd költeni ezt a forrást, de hogy mi pont szerettük volna azt, hogy ne csak Ukrajnában, ne csak a gyermekeknek, vagy más egyéb, hanem egy kicsit kiszélesítve máshogyan is tudjunk segíteni, és másoknak is segítsünk, és akkor így találtuk ki azt, hogy itt nagyon jó helyen van a pénz, hiszen hát minden forint nagyon jól hasznosul, én azt gondolom a városban ezt mindenki látja, ezt nem is kell túlmagyarázni, és hát örömmel elfogadták ezt a kis segítséget, és mi pedig nagyon nagy örömmel adunk hozzá, vagy adjuk ezt a támogatást. Minden oké, jól van, igaz? Csak egy kicsit megpuszítom. Türelmes vagyok, jó vagyok, nyugodt vagyok. Azt most látom. Azért mondom, hogy ez egy zebra volt. Mindannyian láttuk, hogy ez egy zebra volt. Zebra volt, zöld lámpával. A zebrán meg mi volt rajta? Én voltam rajta a zebrán. Nem a zebrával van volt, vagy velem. A kettő együtt az a baj. Zebra van, én vagyok, és a harmadik az autón meg pont jött. Teli zöld volt. Türelmes vagyok. Hogy? Teli zöld. Nem volt zöld, hát láttuk mindannyian. Teli zöld. A kocsinak teli zöld, és ha kanyarodok, akkor én ezt tanultam, most volt nem régen, egy fél éve. Hallgatom, akkor mondjuk végig, hogy van ez? Hát pontosan így, teli zöld. Csináltam, én olyan szépet hallottam. Én mentem át a piroson? Nekem volt piros a lámpa? Azt mondjuk? Azt mondják? Nem, magam azt mondják, zöld volt, de nekem is zöld. Hogy? Két zöld volt? Hú, merrefelé megy a beszélgetés? Nagyon merre megy. Két zöld lámpa, ugye? Hát, nem, két zöld. Teli zöld lesz kívánik, igaz? Az esten a színház társulatából Kisdia Varga, Gabi Andrási Máté és Tűzkő Sándor mutatta be improvizációit, akik láthatóan lubickoltak szerepeikben mosolygós, nevetős csodapillanatokat hozva a színházbarátoknak.
Én alapvetően szeretek improvizálni, meg szerintem minden színész szeret improvizálni, de itt most kifejezetten improvizálni kell, az a különbség. És akkor a színpadon vagyunk, és a megszokott sémából kicsit kilépve improvizálunk, az a rendetlenkedésnek tűnik, vagy azt nagyon élvezzük, mert egy kicsit kimozdulhatunk. De itt meg nincs miből kimozdulni, ez azért mindig olyan furcsa, amikor erre jövök játszani, ezt jövünk játszani, mert hogy itt csak improvizáció van. És akkor ez egy nagyon nagy izgalom szerintem mindannyiunknak, hogy mi lesz, mi sem tudjuk. Az est megerősítette az értékmentők és a kötetlen színpadi játék mesterei valódi értéket teremtettek, végérvényesen meghonosítva a színpadi játék kötetlen formáját városunkban. Gyökerek és szárnyak, ezzel a címmel invitálták a népzene kedvelőit a Szent István Művelődési Házban. Az esten a Herman László szakgimnázium végzős növendékei adtak nagy sikerű koncertet. Gyökerek és szárnyak címmel indított sorozatot az Ars Musica Zenebarátok Egyesülete. Az első programra a székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium végzős népzenész növendékeinek bemutatkozó koncertjére várták az érdeklődőket a Szent István Művelődési Házban. Ez a két koncert, ami most következik, ezek felkészülési koncertek a felvételire, hiszen nagyon fontos, hogy az iskolából kilépve egy kicsikét próbálgassák a szárnyaikat. Ugye először így félénkebben próbálnak repkedni a kis fiókáink, és ahogy telik az idő, a 12. évben már általában visszamennek a régi iskolájukba is, de én úgy gondoltam, hogy fontos nekik, hogy egy nem iskolai szervezésű, és nem egy régi tanárom, tanárnőm szervezésű koncerten vegyenek részt, hanem kvázi egy olyan hangversenysorozatban, ahol felnőtt művészek is fellépnek. Tehát ez egy, úgy érzem, hogy egy fontos szánypróbálgatási lehetőség nekik a felvételi előtt pár héttel. A gyermekeknek két dolgot kell adnunk, gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják, hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni, vagy inkább repülni. Ezzel a goethei gondolattal ajánlotta programját az Egyesület. Ez egy ilyen pedagógiai célzatú koncert, és a következő koncert is az lesz, hiszen 14-15 évesen érkeznek hozzánk a növendékek a Herman szakgimnáziumba, és ezt a 4 évet, amíg ők le nem érettségiznek, és nem, el nem mennek felvételizni, addig teljesen összenőve töltjük. Tehát a Herman, ez egy hatalmas nagy család, nem is annyira hatalmas, hiszen olyan 70 növendékünk van általában évente az 5 év folyamon, viszont tényleg 24 órában szinte együtt vannak a gyerekek, akik kollégisták, azok meg tényleg. És egy egész tanári kar dolgozik azon 4 év alatt, hogy ebből a csillogó szemű, lelkes és egy olyan álommal rendelkező 14 évesből, hogy ő zenész szeretne lenni, valóban 18 éves korára készen álljon arra, hogy sikeres felvételit tegyen egy zenei felsőoktatási intézménybe. A kirepülés előtt álló népzenész növendékek bemutatkozó koncertje megerősítette a Szabó Adrián által elmondottakat. A végzősök olyan mélységeit mutatták meg a népzenének, amelyek megerősítik a gyökereket és szárnyakat adó énekesnek, zenésznek és közönségnek egyaránt. Újra megtekinthetőek Halmai Tivadar történelmi tárgyú festményei. A kiállítás a Zsolt utcai közösségi házban nyílt meg. A Zsolt utcai közösségi ház a Krisztus Király plébánia és a Vox Mirabilis közös szervezésében adott otthont Halmai Tivadar kiállításának. A tárlaton a művész azokat az alkotásait tárta a képzőművészet barátai elé, amelyek segítenek hitelesen megismerni a királyváros uralkodóit, történelmét az adott korban, illetve a közelmúlt az alkotó számára fontos pillanatait. Tulajdonképpen a festészetem az felölel többféle stílust, és nem is annyira stílus, mint inkább témakört. Ugye itt a kiállításon most láthatunk egy gyerekkoromhoz fűződő gyerekkori emlékeket, a hatökrös szekeret a jászságból, a nagyanyáméknál, a nagyanyám udvarát, talán a cigány szerelem, ami az ászári szülő
nagy anyai szülőimnél lett érdekes, tehát azt ott onnétról jött. Valamint a városnak, a másik oldalon a városnak az 1900-as és az 1800-as évek végét is ábrázoló, most már történelmi jellegű pár képe van kitéve, és van egy képem, amit a Cserhát művésztársaságnál adtam be pályázaton, és az év művésze címet kaptam erre a képre. Most ezen felül vannak ugye a inkább szakrális jellegű képek, amelyek tulajdonképpen a királyi koronázó bazilikával kezdődtek. Ez, ahogy elkészült, ez úgy meghozta az embernek az étvágyat, és a témakört változtattam egy kicsit, elindultam a város, illetve az ország történelmi eseményeit megmutatni, tehát ezeket a képeket. És hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szín, ez az én színvilágom. Valamikor a Lentott Pista bácsihoz jártam másfél-két évig, és már akkor is ezekkel a színekkel dolgoztam, és azt mondta, hogy ezt ne cseréld le semmivel, ez a tied. Tehát nekem ezek az éli, hogy mondjam, okker, a sárgás, okkeres, barnás árnyalatok azok, amik úgy leginkább dominálnak. Mennyire tudatos az, hogy jó néhány közéleti szereplőnk visszaköszön a képeiden? Hát tudatos. Igen, többek között a Szent Istvánnak a ravatalánál, akik állnak, azok a baráti köröm többnyire, és vannak más olyan képeim is, amik barátok, ismerősöket ábrázol. Tehát ez tudatos dolog. Lakner József, az Áron Nagy Lajos művészetbarátkör elnöke köszöntőjében, majd az alkotóval történt beszélgetésben kifejtette, az egyedi korhű ábrázolások hozzájárulnak ahhoz, hogy elmélyüljünk Székesfehérvár múltjában. A történelmi festészet az ugyan egy idős a festészettel, de voltak neki felfelő ívelő szakaszai, illetve olyan szakaszai, ahol majdnem teljesen eltűnt. Hát közismert, hogy a történelmi festészet ugye a nemzeti romantika korában, tehát a 19. századnak a második felében virágzott Magyarországon, gondoljuk csak Benczúr Malorra, stb. Utána eltűnt. Időnként előbukkan, többnyire megrendelésre, mert hiszen a történelmi tárgyú képeket, azok kicsit olyanok, mint a lovasszobrok, tehát a művész az saját szórakozása nem nagyon festi ilyeneket, mert ugye ezek hatalmasak, monumentálisak, nagyon sokba kerülnek, stb. Most Halvonai Tivadarban az érdekesség, hogy ő ezt önmaga spontán kezdett el ilyeneket festeni. Elsősorban úgy gondolom, hogy a saját gyönyörűségére, de ezek a képek úgy sikerültek, hogy mindenki számára, mind esztétikai, mind történelmi ismereteket nyújtanak. A lokálpatrióta alkotó szándékai szerint tovább folytatja történelmi időutazását, és hiteles műveken eleveníti fel a történelmi korok Székesfehérvárhoz kötődő nagyjait. Kedves nézőink! Köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.